Szinettár Dóra vallomást tett, szerinte egyik férje sem volt könnyű helyzetben. Szexuális zaklatással vádolják Jamie Foxot. Robban a net Istenes Bence rasszista posztja miatt. Hihetetlen, ahogyan magyarázkodik. Horváth Evelin vagyok a naphire.hu híreivel. Elindult a naphire.hu YouTube csatornája. Iratkozz fel a legfrissebb videóinkért. Szinettár Dóra vallomása szerinte egyik férje sem volt könnyű helyzetben. A színésznő a magánéletéről mesélt, melynek során kitért arra, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a férjeinek, miután bekerültek a családjába. Szinettár Dóra művésznő jelenleg harmadik házasságában él Makranci Zalánnal, korábban Lőcsei Jenő és Berecki Zoltán felesége is volt. A színésznő a Viaszat 3 Adom a napom című műsorában nemrég arról is beszámolt, hogy mivel kellett szembenéznie házastársainak, miután bekerültek a Szinettár családba. Szinettár Dóra elmondta, hogy két csodálatos szülője van, akikre sok ember külső szemlélőként egyfajta varázscsomagként tekint, ám ennek megvannak a nehézségei is. Nehéz egy férfi embernek, hogy egyszer csak a Szinettár család része lesz, és ezzel nem tudok mit csinálni. Tehát nagyon sok ember szemében mi a Szinettár család vagyunk, akkor is, hogyha tulajdonképpen mi a Makranci család vagyunk. Hiszen ugye Makranci Zalán nálunk a családfő, de elszólások vannak, és Zalán ezt nem bánja. Mondta el a színésznő, aki szerint ez a hozzáállás nem csupán személyiség, hanem kor kérdése is. Mire ők ketten összekerültek, a férje már ott tartott az életben, hogy volt valaki. Játszott főszerepet is a Nemzeti Színházban, jóval azelőtt, hogy egyáltalán megismerkedtek volna egymással, emiatt pedig nem tart attól, hogy a családi kapcsolataival hozzák összefüggésbe a sikereit. Hozzátette, hogy szerinte a két előző férjének, a táncos koreográfus Lőcsei Jenőnek és a színész énekes Berecki Zoltánnak okozhatott ez problémát, függetlenül attól, hogy soha senki nem gondolta ezt róluk. Szomorú hírt kaptunk, megvakult az RTL fiatal műsorvezetője. Szabados Ági a múlt hétvégén küzdött meg a Starbucksban Jani Csákvecával. Az RTL műsorvezetője kikapott az ellenfelétől, most pár nap alatt történtek után pedig felidézte az elmúlt időszakot, melyben nagy szerepet kapott a box. Szabados Ági és Jani Csákveca is nagyon keményen küzdöttek, ráadásul még csak nem is pihentek 4 meneten át. Szabados Ági elismerően nyilatkozott az énekesnőről, és kiemelte azt is, hogy hálás mindenkinek, aki támogatta, ugyanis ez nagy erőt adott neki. Élveztem a boxot, a végén mondjuk már kevésbé voltam önfelett, mert rettenetesen elfáradtam, és Veca mindkét kontaktlencsémet kiütötte a harmadik menetben, szóval vakon mentem be. De persze nem ezen múlt, vallotta be Ági. Mint azt a naphire.hu is megírta, hétvégén igencsak elfajult a helyzet a ringben, ugyanis Rácz Jenő brutálisan kiütötte Kabát Petit. Az egykori focista el is ájult, majd a mérkőzés után kórházba szállították. Szerencsére Kabát most már jobban van. A naphire.hu-nak interjút is adott, és elmondta, hogy nem esett semmi komoly baja. Durva vád, mindenkinek hazudik az RTL sztárja. Kínos pillanatoknak lehettek szemtanúja tévénézők. Az RTL Árulók gyilkossága kastélyban című műsor harmadik részében többen is kellemetlen helyzetbe kerültek, de a legkínosabb pillanatokat Solti Ádám élte át. A napi próbatétel az volt, hogy ki kellett találnia, hogy mire gondol a csapat többsége. A Femina kiemelte, hogy egy versenyző a víz felett lebegő hintában ült, és hogyha a kérdésre nem a helyes választ adta, akkor egyre lejjebb eresztették. Ki az, aki mások hátán próbál előbbre jutni ebben a játékban? Hangzott el a kérdés, amire Solti Ádám nevét írták a csapattársai. A 43 éves sztár ezután kijelentette, ez rosszul esett neki. Később elhangzott az a kérdés, hogy ki itt a legnagyobb hazug, amire szintén Ádám neve került fel válaszként, az arca pedig itt sem sugárzott a boldogságtól. Nagyon nem vagyok boldog, de hát ez egy játék, mondta megtörtén a Barátok közt egykori színésze. Szexuális zaklatással vádolják Jamie Foxot. A színészt egy tetőtéri bárban 2015-ben történt visszaélés miatt perelték be. Az Annie, illetve a Django elszabadult című filmek sztárját egy neve elhallgatását kérő nő perelte be. A nő azt állítja, hogy Jamie Foxx behúzta őt egy bár tetőtéri bár hátsó részébe és megtapogatta a melleit, és a nadrágjába is benyúlt a nő akarata ellenére, írja a Rolling Stone magazin. A nő azt állítja, hogy ő és egy barátja nem messze ültek a bár tulajdonosának az asztalától.
A lap a beadványra hivatkozva azt írja, hogy 2015. augusztus 27-én hajnali 1 óra körül a felperes barátja Bishophoz lépett, és megkérdezte, hogy készítene el velük egy fényképet. Fox erre azt mondta, hogy bizony, bébi, neked bármit. Oda ment a nő asztalához, ahol több fotó is készült, és azt mondta a felperesnek, szupermodell tested van, és annyira jó az illatod. A nő azt állítja, hogy súlyos érzelmi szorongást, megaláztatást, zavart, poszttraumás stresszavart és egyéb fizikai és érzelmi károsodást szenvedett, és szenved továbbra is, és kártérítési és büntető jellegű kártérítésért perel. Jamie Foxx képviselője nem reagált a magazin megkeresésére. Robban a net istenes Bence rasszista posztja miatt, hihetetlen, ahogyan magyarázkodik. Mint azt a naphire.hu megírta most vasárnap a Starbucks ringjében, istenes Bence és Rácienő küzd majd meg egymással. A műsor vezető korábban Sobert Norbikát győzte le, a sztársév pedig Kabát Peti brutális kiütésével jutott tovább. A következő mérkőzést az egész ország várja. Istenes büszke volt arra, hogy ilyen sokan szurkolnak neki, így meg is osztott egy kollázs az üzeneteiből az Instagram sztoriában. Ám nagyon hibázott, ugyanis az egyik kommentelő rasszista megjegyzését is kiposztolta, ami után kitört a botrány a sztárok között. Rácienő kisvártatva reagált is a történtekre a közösségi médiában. A séf egy videót tett közzé, melyben elmondta, hogy nagyon csalódott Istenes Bencében. Leszögezte, hogy a rasszizmusnak is a gyűlöletkeltésnek nincsen helye a sportágban. Ennél jobban nem írhatja le a szememben önmagát senki sem, ez igazán elmondja, hogy ő milyen ember. Hiába mondja, hogy nem ő írja ezeket a dolgokat, ő válogatta, és kollázsba tette azokat a kommenteket, amik szerinte viccesek voltak. Szerintem a rasszizmusnak, a gyűlöletnek nincsen helye sehol sem. Aki nem örült Vadász Van és Parti Áron kapcsolatának, most fellélegezhet, mert szétmentek. A TV2 Séfek Séfe című műsorában szerették meg őket a nézők, ám most vége a románcnak. Közösségi oldalán jelentette be Vadász Vani, hogy véget ért a kapcsolatuk Áronnal, írja Blik Rúzs. Sziasztok! Mivel közösen ismertetek meg minket és végigkísértetek minket az örömben és a boldogságban, így úgy érzem kötelességem ezt is kommunikálni felétek. A napokban úgy döntöttünk Áronnal, hogy külön utakon folytatjuk. Köszönjük nektek és neki is minden jót, amit átéltünk. Ez egy szép korszak volt, de most lezárult, írta Fanni. Megszületett a döntés, bár Shakira bűnösnek vallotta magát az adócsalás miatt, mégsem megy a börtönbe. A barcelonai ügyészséggel kötött megállapodása részeként hétfőn bűnösnek vallotta magát adócsalás bűncselekményében Shakira kolumbiai énekesnő, hogy biztosan elkerülje a börtönt. Az egyeség értelmében 7,3 millió eurós, vagyis 2,7 milliárd forint pénzbírságot kell megfizetnie, és büntetlen előéletére tekintettel 3 éves felfüggesztett börtönbüntetést kap. Az ügyészség eredetileg 8,8 milliárd forint büntetést és 8 év 2 hónapos szabadságvesztést kért Shakirára. Most az a legfontosabb számomra, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy a gyermekeim teljes életet éljenek, és arra összpontosítsak, ami igazán fontos, látni őket felnőni és időt tölteni velük, és nem kitenni őket annak a gyötrelemnek, hogy az anyukat egy büntetőperben látják. A Grammy-díjas énekesnő korábban ártatlanságának hangsúlyozása mellett már befizette a spanyol adóhatóság által követelt 5,3 milliárd forintot, és további 3 millió eurót, vagyis 1,1 milliárd forint kamatot. Esküvőre készül a TV2 két ismert arca, és a baba is jöhet. A pár még 2020. januárjában rántotta le a leplet arról, hogy egymásba szerettek az Exatlon forgatása után, idén novemberben pedig el is egyezték egymást. Szalander Dorina és Provoda Judi kapcsolata új szintre lépett. A pár még 2020. januárjában rántotta le a leplet arról, hogy egymásba szerettek az Exatlon forgatása után, az pedig a Bliknek árulták el, hogy idén nyáron el is jegyezték egymást. Augusztus végén Ibizán nyaraltunk, akkor jegyzett el. Már beszéltünk róla, de meglepett, hogy ott és akkor. Ez egy következő lépés a kapcsolatunkban. Olyan volt, mint amilyennek megálmodtam. Bíztam a jó ízlésében, tökéletes helyszínt és alkalmat választott, hiszen naplementében történt, ami közös kedvencünk, és mindig igyekszünk elcsípni, mondta Dorina a lapnak. Annyi biztos, hogy hagyományos esküvőt akarunk, jó nagy bulival, menüvel, mindennel, és Magyarországon tartjuk majd meg a nagyon közeli jövőben, de egyelőre még szervezés alatt van, tette hozzá a menyasszony. A gyerekvállalásról is elárult néhány részletet Dorina.
Mindenképp szeretnénk gyereket, 5 év távlatában már jöhet majd a baba. Van egy kis kutyánk, ez amolyan felkészítés az egészre, mivel rengeteg átszervezést igényel, tette hozzá. További hírekért keressétek a naphire.hu-t, vagy pedig kövess be a YouTube csatornánkat. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!